Beszéltünk itt ugye a forrásoknak a, hogy ismerjük, hatékony elköltéséről, meg arról, hogy egyébként pénzszűkében vagyunk, meg hasonló. És ugye itt a mögöttünk itt a 107-es busz, ami lényegében egy újonnan létrehozott járat, amivel ugye itt a Nagyfelhőkarszó környékén, Moltorony környékén állunk, még azt sem lehet mondani, hogy érdemtelen dolog itt műen buszjáratot üzemeltetni. De az egy érdekes kérdés, hogy vajon egy új járatra volt-e inkább szükség, vagy ugye nem, az egy sorokról arról a belváros felé elrohanó 133-as buszok, amik egyébként kihasználtan közlekednek, azonnak a betérítése is megoldható lett volna az a feladat. Véleményünk szerint egyébként ezt a teljeségben, amit ide tettek, és hogy most, hogy a Moltoronyban éppen üzemzárás van, tehát ugye mennek hazafel az emberek, most még úgy, hogy kihasználnak is, napközben egyébként tök üresen jár, ezt a teljesítményt vajon nem lehet volna érdemesebb egy olyan buszjáratba forgatni, mert egyébként meg utas lemaradásra is küzdni a reggelenként, és ráférne a sűrítés.